különleges futópadot a Canning Conveyor cég segítségével tudtuk idehozni egészen az Egyesült Királyságból. Nagyon népszerű egyébként világszerte, Lettországtól Madridig járják ezzel egész Európát. Itthon Magyarországon először próbálhatják ki ezt. Az biztosító jó voltából előre beállított sebességig lehet fölpörgetni. Ennek a maximuma 30 mérföld per óra, de ennyire erősen nem húzzuk fel, hanem a technikai személyzet segítségével az Eliud Kipchoge által Bécsben megfutott nem hivatalos akkori maraton rekordnak a tempójára 21 km per órára lehet maximum felgyorsulni. Ennek segítségével a résztvevők, akik kipróbálják ezt a különleges futópadot, kaphatnak egy igazi testközeli élményt, hogy milyen ekkora tempón futni, milyen teljesítmény, akár 42 km ilyen tempón teljesíteni, de egyáltalán már előtte is jelzünk mérföldköveket, Cseke Lilla maratoni rekordja, vagy Mihalik Norbi saját maratoni rekordja, az milyen tempón jött össze, ezek a 14-16 km per órák is azért hosszú távon is, főleg, de akár néhány perc erejéig is egy amatőr futónak is azért erős kihívás tud lenni. És pont azért, hogyha esetleg valaki ezt nem bírja, direkt ez ilyen biztonsági szempontból ki van párnázva körülötte is, de maga a futó szőnyeg is ki van párnázva, úgyhogy ezen nyugodtan el lehet vetődni, el lehet vágódni, hogyha már nem bírjuk a tempót, fel lehet adni, és egy jót esünk, és mindenki mosolyogva kell fel. Szerencsére teljesen biztonságos a gép. Ennek a különleges futópadnak más verziói is vannak, valamelyiket direkt megemelik, vagy a szintemelést és a hegyi futást tudja egy kicsit imitálni, de vannak olyan verziói, amiket még sokkal hosszabbak, akár autókat tudnak rajta kipróbálni, illetve vannak olyanok, amelyeket filmes trükkökhöz alkalmaznak, különféle sci-fi, illetve kalandfilmekben, de lehet ilyen óriási, nem is tudom hány 10 méteres hosszúságot is kipróbálni, hogy felállunk egyszerre 30-40-en, elindul egy bizonyos sebességgel, és aztán meglátjuk, hogy ki marad. Az is volt a motivációnk ebben, hogy idehozzuk ezt az aktivitást, hogy valóban azokat az óriási teljesítményeket, amelyeket látunk a világban, meg magunk körül itt a Zenen Ultra Balaton is, kicsit test közelbe hozzuk, és jobban tudjuk értelmezni, hogy igenis mekkora munka lehet a mögött, hogy valaki kitartóan, órákon keresztül ilyen szinten tud futni. Szerintem sokkal jobban tudjuk majd megbecsülni ezeket a teljesítményeket.